Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt a Mélytengeri Kalandok 4. évadának epizódja. Itt van velünk Attila. Hey. És mellettem Bobi. Hello. Mellettem. Valaki tud ezért hozni kellőpet? Intézhetem. Intézhetem. Egyébként a csetben volt 8 darab vas és 5 darab Iron Nuggets, tehát van vasunk. Az jó hír, mevődöm. Van egy csomó vasunk. Ja, 6 darab, plusz 11, jó. Beraktam ide a vasakat. Jó, kelp ügyet intézem. És hova tudom lerakni ezt a sütőt? Mindjárt mutatom, csak ezt még először meg kell csinálni. Oda. Hát mondjuk hülye vagyok. Kell nekem egy trapdoor, mert ugye az lesz a házunknak a bejárata. Ugye, előző adásban, akik nem látták, azoknak bemutattam ugye ezt a sorozatunkat, ugye arról szól, hogy egy adásnyi időt kaptunk úgy nagyjából, hogy egy szigetnek a teljes alapfelszereltségét, vagy akármiét összeszedjük, és utána a mélytengerbe költöztünk be, és az a feladatunk, hogy a mélytengerből egy közlekedési járművel, nevezetesen egy vasúttal visszajussunk a felszínre, és onnantól kezdve minden egyes felszíni helyszínre egy vasúti járművel tudunk eljutni. Bár szerintem én azt gondolom, hogy az a nagy segítség, azért is megdolgozunk, hogyha azt mondjuk, hogy egy hajóállomást építünk, és akkor azáltal más szigetekre is költözünk. Tehát szerintem bőven az is jó megoldás. Danuka, akkor kapok. Idézem, csak a rossz helyre jöttem. Mindjárt jön. Mindjárt jön, csak levegőbon bajok. Jelentem egyébként, kész van a házam. Jó van, csak most már leadom a Boginak a küldit. De megint rossz helyen vagyok. Na, fennél vigyel! Ez már mindjárt az életembe fog kerülni. Hozzátok át a dolgokat a hajó melletti kőkockába. Nem tudok átmenni, mert egy szívem van, azért kell a kelp, hogy kisüssem, és megegyem. Itt van rögtön melletted, Bogi. Egy pillanat türelmet kérek és intézem. De nem tudok úszni se. Á, itt az ajtó. Megtaláltam. Ugye először még ezt is Kettő volt benne, igaz? Aha. Jó, kipótoltam, jó? Jó. Alkonyodik. Étel. Jó, most már kész van a házunk. Egy Danuka érkezik. Egyelőre még a kijáratot nem csináltam. Hát tudod mit. Ó. Ilyen kis lakályos lett. Na, mindjárt többet látunk egyébként. Na, akkor itt picit. Itt lesz a kijárat. Az ajtó. Fel tudsz ugrani. Ja. Magunk van? Van. Nálam nem. Jó. Elugrok Bogihoz. Jó. Szervusz, Boglár. Szervusz. Közelben lévő zombi barátunkat megpróbálom legyilkolni. Kraftolok egy kapát. Én meg táplálkozok. Soha nem állt. Csak annyira, hogy felmegyem, vagy... 3 szívre. Valaki ide vissza tudná rakni a sódereket? Mert ez meghiúsította most a... Mindjárt. Csak levegőznünk kell. Jó. Fú, hát ez 200 IQ. Jassz. Így ide. És így megvan oldva, hogy te is legyen. És így kijáratunk is van, meg bejáratunk is. Uh-huh.
Köszi. Oh, fél szív. Jaj. Várjál, tessék, Danuka, egyel. Ne, ez nekem is van. Na, crafting asztal következő feladat. Az boginál van. Hát most egy ideig itt a ház és köztünk lévő utazás az fontos. Igen, át kell megfogni a dolgokat. Sajnos egyetlen egyet ki kell vágnom minden a fából, micsodából. Jó. Na! Kösz, játék! Engedj be, Bogi! Megfogok! Jó, Bogi meg nem mozdulj! Én nem mozdulok meg. Csak ennyi kellett. Elloptam Bogitól a chestet. Nagyszerű. De akkor ma izét is vihetted volna. És akkor most... Hol lehet bemenni? Két hely is van. Oké. Benn vagyok. Én... Ajánlom, nem hoztam magammal a kemencét. Nem ugye nem krap? Valaki hozzon kemencét, az kösz. Jó. Akkor most sem. Ja, és ebbe lepakolok, akkor most már vissza megint. Merre fele építkezhetünk egy lyukat? Egy bányát? Jás. Egészség. Gyere kicsit. Aha, jó. Danuka, nem. Jó, az is jó. Óvatosan, mert ott lett. Jó, nem. Ezzel a talással. Vissza. Népra, szetling, a centra. Jó, és akkor most történik az, hogy mind a hárman álljunk rá a bányászatra. Konkrétan helycsinálásra. Igen. Én itt erre elkezdek, ásak jobbra. Esetleg, ha valaki egy bányát talál, az szóljon. Már az jelentősen megkönnyítheti a dolgokat. Szólok, Danuka, szólok. De ez csak egy lávató. Nyé. Világításnak jó lesz a láva. És letankolok, amit tudok. Én csinálok egy vödröt és építek farmot, kaja farmot. Mert az kajával mindig is problémáink voltak. Jó. Lehet, hogy igen, első körben én, lehet, hogy az első lyukacska, amit csinálok, az a kajafarmé lesz. Nem, fafarmétást. Jó. Kajafarmét megoldom. Ugye 7x7 kell minimum egy fának. Ha jól emlékszem. Valakinél van tölgyfarönk? Nincs, azt vágnak kell a hajóban. Hát igen, hát soha kevés fát kaptunk az élettől. Hát jó. Hú, viszont lesz földünk. Vasacska. Ez most jelenleg életmentő. És nagyon jó, hogy kaptunk egy hajót, mert hogyha esetleg itt még az elején kifogyunk a fából, és ugye még mit tudunk szeplinggel dolgozni. Igen. Nem kell kézbe. Igen, ez most egy kis szerencse a falunak a... illetve, bocsánat, a hátrányából. Nem túl sok egyébként ez a láva, de nem baj. Bogi, nem, még ne pazarod erre. És nekem csak ez az egy kell. Jó. Igazából vasunk az van, de... Fákját akartam hozni, és elfelejtettem. Azt viszont tényleg ne kraftolj még. Tehát az van. Fákját? Fákját, igen. Volt a ládában. Ó, nem, kraftolat, találtam szanet, jól van. Basszus, elfelejtettem a Kentával beszélni. Ezt mondtam, hogy...
Nem, mondhat, hogy Kenta írt, az már kezdte az adást. Így. Négy, öt, hét. Van lap is. Négy. Arra megyek, mi van már a négy. Nézőknek mondom, hogy még jelentős gyengeség van szénügyben, úgyhogy sajnos a világítás még sehol. Craftolhatok fákját, most már van szenünk. Tehát nyugodtan. Már csak az adás miatt is. Jó. Akkor mindjárt megyek. Ájjajjaj. Ez még kicsit monoton lesz az elején. Ez hát igen, csak elfogyott már a szén. Ja nem, van nálam. Amúgy ez szabálytalanság lenne, hogyha építenénk a felszínre egy ilyen kikötőszerűséget. Tehát nincs kapcsolatban... Első évadban csináltam olyat. Tudom. Tehát semmilyen kapcsolatban nincs szárazfölddel, csak úgy van. Szerintem nincs vele. Amúgy meg itt elkezdtem lent ásni egy kis helyet, ugye, hogy fát tudjunk. Az a Luka már elkezdte. Fofarm néven. Na, már egy nagy területet kiástam. Szerintem nagyon egy kicsit nagyobb a gondolkozat. Hát jó, ezt még lehet bővíteni, de hát... Köszönjük ennyit, hogy ássak már ki, more. Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez még csak 6. Ja, még egy kell majd, igaz. Valaki tud adni egy darab torcsot, hogy tudjam növeszteni a növényeket? Mindjárt. Kidobva. Ne, azt Boginak adtad. Nem, itt van. Itt vagy, gyere. Na, most meg rossz helyre nyomtam. Hát kúva! Párancsúj takar. Nem kimondtam, hogy takarodj. Takarodj itt. Takarodj a szemem elő. Nem, Daruka nem beszélne így velem. Ugye? Hát... Na. Meg le lehet jönni, meg lehet nézni, mennyi társadalom ki. Az viszont igaz, hogy azért most halad... Most azért erősebben érzem azt, hogy haladunk. Igaz, hárman vagyunk. Találtam a redstone. Ó, egy víz alatti bánya. Na, lehet, hogy megtaláltad azt, amit. Nem, az nem az. És nézzétek, mi van, nézzétek. Most ezzel fogok flexelni. Figyeljétek. Nem tudom nézni, mert itt vagyok lent. Nekem van ilyenem is, nektek nincs. Haha. Nagyszerű. Hogy tervezted, hogy lejövünk? Az direkt volt ott, az... Bogi, pont a fafarm alatt vagy. Tehát felfelé nem átadsz. És lehet, hogy pont az a négy hiányzik nekem. Baba. Kettő, jön egy kis szén. Komposztert vagy lehet craftolni? Aha, igen, pont az a négy blokk. Köszi, Bogi. Barrel chest, komposztert, nem. Hát akkor... Figyelj, kiássuk a plafont, azt ide lerakjuk a földet, hát most... Ja, szerintem is, akkor még nagy fára is van esélyünk, tehát ja. Nekem tetszik, amit... Akkor bővítsünk 9x9-re? Vonjátok össze, amit csináltatok, azt ja. Meg a nolva. Ja. De legyen 9x9? Nem, elég amennyi most van. Ja. Eltört a trákányom. Én megyek kelpet gyűjtögetni. Azzal rendben az vagyunk aztán. Az enyém még szerintem nagyon... Lehet belőle bomír csinálni, mivel jóval meggyorsítjuk a fáknak a növekedését. Kebből bomír. Komposzter. Ja. Úgy meg én lapakolok, mert...
Tele van minden szarsággal izén. Találtam még 10 vasat, szóval van 16 kiégetetlen és 12 kiégetett vas. Tehát 28 magyarul. Aha, abban most 3-at elhasználok. Mire? Csákányra. Bogi, utolsó. Csak utolsó. Jobb. Csak tudjad, sírni kell. Jó, van. Berakom. Jézus. Ilyen kevés. Ez így nehézikes lesz. Mondjuk én viszont megköszönném, ha az itt lévő aranyat kiszednéd, ha már készítettél vascsákit. Hát még csinálom, de mindjárt meg kiszedem. Ajajaj. Nézd, várjál. Rakok bele neked még 15 ilyen szarságot. Lesz. Nagyon sok kell bele. Ennyi volt. Ennyi volt. A növényeket kell bele rakni. Én meg jövök ide, hogy segítek. Nesze, van egy bone meal. Nem Danukának dobtak ki. Nem dobtam ki, hanem ott van benne a komposztáló. Jaj, jó. Benne hagytam neked. Nagyon jó. Kész maradjatok annál viszont a saroknál, jó? Én fel alulról csinálom a másik sarkot. Én meg ezt még itt kiásom, mert ez még kellhet. Na, ez csapatmunka. Na, ez viszont már csapatmunka. Kraftolok kőcsákány. Jó, egy sorra beljebb jöttem, Attila, ne jegy meg. Az nem én vagyok, hanem Boli. De mondtam neked, amikor lejössz. Jó. Ezt még itt ki kell szednünk, ugye. Jaj! Ott. Ezt így terültem. Jó, szerintem lentről csináljuk a maradékot, nem? Jó, igen, ez már csak egy sor, ezt már így a korád. Szén. Igen, azt akartam mondani, hogy igazából ez a 7x7, amit most itt láttok. Na, ezeket itt megszedjük ki. Ja. Mert minél több fannál jobb igazából. Jó, az elsőt elültetjük, jó? Az legyen biztos viszont. Minél hamarabb legyen fa, mert azért... Amúgy meg vas. Bocsánat. Én mindig vasat találok. Én mindig, mindenhol találok vasat. Színpadon a három köhögő. Köszönjük, hogy megkérdezték előadásunkat. Mehetnek. Bővíthetek. Színpadon a három köhögő görcs. Hú, hát azért én nem akarok fulladozni, köszönöm. Azért nem adok meg ennyit a hírnévért. Már mondjuk itt feliratkozó jöhet, nem bánom. Azt a formáitől kapjuk, remélhetőleg. Miért találnak mindig ennyi vasat? Uff, hát ez a két bombilló faszon. Semmit nem ért. Én meg elkezdem már a szépséget, jó? Jó. Bár szerintem az egyik oldalra itt még ki kéne itt ezt a sort így kapni innen, mert itt csak három blokk van. Ja. De az mit tudod? Ne, azt veszed ki. Már csak itt kell lesz. De azt is ki kell menézni, hogy itt csak három blokk van. Ez kevés. Másik irányba viszont már ne fejlődjünk, mert ott már lépcső van, tudjátok. Ja, még itt a lépcső alatt kiszedik. Ha mondjuk kiszépítjük a lépcsőt, na, úgyhogy a tekintetben nem lesz gáz. Én ránézek a kajafalmra. Miért van olyan? Ja. Ránézek már én is. Megnézem, te mit műveltél. Ne számíts nagy durranásra.
Még nem reszonoztam ezt tele. Jó. Már nézd. Remélem, hallottátok a mindig szócskát. Oké, én leüglek. És ott hagyod. Nem ütsz ki fákját, meg... ott hagyod. De úgy gyorsabban fog nőni. Miért itt van egy lávató? Látom. Ha valaki itt rosszalkodik, akkor az... halálra ítélem. Nagyszerű. Miért kettő blokkot ásol ki? Egy bőven elég. Megyek kikomposztálni valójárt, Bogi, azt te is. Most minél több bombilt össze kell szednénk. Akkor még a kaját is rakjam bele. Nem azt mondtam, hogy a kaját is rak bele, csak minél több kell tetszni. Szedjünk ki, szedjünk fel. Mert nagyon sok kert kell egy darab komposzt volt. Jaj. Bombinezem be a izét? Mit bombinezem be? Most a fát vagy a... Fát. De még nem, mert még nem tud megnőni szerintem. Ó, az egy... mi az? Ruined portál? De így nem jó, mert így nem fognak megnőni szerintem. De meg fognak nőni, csak a lombja lesz kevesebb. Ó, az egyik zombi dobott aranyat. Felkedves. Ilyen bőkezőek ezek a mai zombik, te. Mire kell ez a sok kiégetett kő? Akkor bízd rám. Tanuka, te szenet paza volt? Hát már elmehetek a szépségre, nem? Hát de ne ilyen szinten, hogy szenet használsz, használja gránitot, dioritot, meg andezitet. Okay. Ez a három bő... Jó, én már úgy éreztem, hogy már jól állunk ahhoz, hogy igazából a lakás részét azt megcsináljuk. Hát eszémből nem állunk még úgy. Jó, akkor... Akkor ezt várjátok meg, légy szíves, amíg ez elég ez a még bennem a lévő. Valakinek a fa. Látod, ezért kell oda használni a bombát. Ami ott van, annyi van. Jó. Komolyan, két darab fa. Megjött a jó, fa. Egy, hát valakinek hála. Szép munka. Ezért jó a bombja. Megnézem a ruin portált, ami itt van mellettünk. Ha meghalnék... Brewing ha nem portál? Jönnék, de... Aha, ilyen... összecseszeted a portál a víz alatt. Ja. Crying obszidiánokkal, meg ilyenekkel. Tétjük közelünkben. Meg akarod nézni, akkor gyere nyugodtan. Megy le a nap amúgy. Ez már a ház lesz, jó? Jó. Amúgy jó lenne, ha valaki rámenne a gyémántokra, mert minden tartósabbak a fegyvereink, annál jobb. Ó, ne! Tanuka? Mi az? Itt van egy Guardian cucc izé. Ne! Nem nagyon közel, hanem de eléggé közel van azért. Jó. Hát... de még remélhetőleg nem fognak támadni bennünket. Nem, ezek ott maradnak ott közelében. Azt akarom megcsinálni, hogy a ládát lehozom ide. Jó, kaptunk 6 darab aranyot, 1 darab obszidiánt és 11 darab iron nuggetet. Na szép. Ruin portálból. Lalalalalala! Ennyit arról. Nem.
Könnyű visszaszerezni ezeket, ne lassulat. Szigonyos? Nem. Sima, csak lehúzott az egyik magma blokk. Uh-huh. Nem tudtam elmozdulni. Hogy hány FPS-en van? Na. 16. Nem. Én is úgy gondoltam, hogy 37. De értem én, hogy krumpli a gépem, de mennyire. Akkor átigvizhetem a otthont, meg az ilyeneket? Igen, mert már kiváltam a bejárati részt, most csinálok neki egy szobát. Ugye nem? Ugye nem? Jó, ez korán jött. Ez nagyon korán jött. Megjött a szigonyos? Meg. Hát figyelj, most egy kicsit igazából csinálhatjuk azt a megoldást is, amit te mondtál, csak kicsit máshogyan fogalmazom, hogy szedjük fel magunkat gyémántra, valaki rá kell, hogy álljon a gyémántra, hogy fel tudjuk szedni magunkat gyémántra, és felvegyük a harcot. Ezt jó megosztottad, vagy csinálunk mindenkinek egy shieldet, Oscar-dal egy apjuk, ez is megosztott. Az is igaz. Közben leszedem ezt a fát, ami kinőtt. Jó, megvan mindenem. Jó. Ez a fa is kinő, illetve lesz legyapulva. És köszönjük szépen, hogy itt voltatok, ez volt a mostani adásunk. Találkozunk egy pár nappal később a következő adásban. Sziasztok! Ott van egy alma. Jó.